Évről évre nagy szeretettel fogadják az új és visszatérő diákokat a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. A szeptember mindig a hétköznapokba visszaszokási időszaka, illetve az iskolának különösen fontos az elsős gyerekek iskolai életbe vezetése, nevelése. Egy általános iskolai életében azt gondolom, hogy a nyolcadikosok ballagása mellett mindig az elsősök érkezése az egyik legnagyobb esemény. A 2023-2024-es tanévben intézményünk két első osztállyal kezdte meg a működését. 42 tágra nyílt szemű, kedves, mosolygós, motivált elsős gyerek kezdte meg tanulmányait szeptember 1-én intézményünkbe. A környék számos településéről érkeztek a gyerekek, és természetesen szerencsi gyerekek is vannak közöttük, és nagyon nagy öröm számunkra mindig az, amikor egy szülő a gyermekének minket választ iskolának, hiszen azt gondolom, hogy az erős alapok megszerzésére felkészült kollégáim révén lehetőségük van itt a gyerekeknek, és emellett kiemelten fontos a keresztény értékek átadása, a hitéleti nevelés is. A tanév során a játékos programokon kívül számos kihívással is szembe kell nézniük a diákoknak. Ezeket mindig legjobb tudások szerint teljesítik, mindenben igyekeznek maximálisan részt venni, kivenni a részüket a programokban, feladatokban. Hát ha a gyerekeket kérdeznénk, akkor azt gondolom, hogy mindannyian azt mondanák, hogy a dolgozatok a legnehezebbek az iskolába. Örömmel tudom azt mondani, hogy intézményünk ebben a tanévben zökkenőmentesen tudott évet kezdeni. A zökkenőmentes évkezdésnek egyik nagyon fontos feltétele az, hogy a szakos pedagógus ellátottságunk 100%-os. Nagyon büszkén mondhatom azt, hogy kollégáim szakmailag is és lelkileg is feltöltődve és felkészülve fogtak neki ennek a tanévnek. Iskolánkban a hagyományos programok természetesen az éven is megrendezésre kerülnek, ezek között számos verseny, közösségi esemény, sportrendezvény van, amely nem csak a mi iskolánk tanulóit érintik, hanem akár az Egri Főegyház megye oktatási intézményei számára is meghirdetésre kerülnek. Nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a tanulmányi versenyek házon belüli megrendezésére is. A kicsik már nagyon-nagyon várják a szeptemberben már meghirdetésre került szépírási versenyt, ami év elején nagyon nagy izgalom szokott lenni. Természetesen a teljes tanév munkaterve összeállt már, elkészítettük. Ebben a nemzeti ünnepek, az egyházi ünnepek és az iskola jellegéből adódó hagyományaink megtartása nagyon-nagyon fontos szerepet kapott. Alkalmazkodunk ugye az elvárásokhoz is, hiszen most már teljes egészében az új NAT szerint, mind a 8 évfolyam az új NAT szerint folytatja a tanulmányait. A nehézségek közé én azt gondolom talán azt lehetne még mindig besorolni, hogy a gyerekeket az online létből áthozni és átfordítani az offline létbe, és ezt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, erre számos olyan lehetőségünk van osztályfőnöki óra keretében, vagy felkészült szakembereink segítségével, gondolok itt akár az iskolapszichológusunkra is, akik felhívják a gyerekek figyelmét arra, hogy az oktatás, nevelés, személyiségformálódás az semmiféleképpen nem az online térbe zajlik. Egy intézmény működése és működtetése azt gondolom, hogy nagy kihívás. Az elmúlt években tapasztalt energiaválság természetesen minket is cselekvésre késztetett. Intézményünk fenntartója, az Egri Főegyház megye nagyon nagy gonddal figyel minden egyes intézményére. Az elmúlt években el kell, hogy mondjuk azt, hogy hatalmas nagy összeget, több mint 360 millió forintot fordított az Egri Főegyház megye a szerencsén működő két katolikus fenntartású intézményére. Ebből 170 millió forint fordítódott a Bolyai János Katolikus Általános Iskolára. Ebben a tanévben sem volt ez másképp, ebben a tanévben is jelentős összeget kaptunk, melyből korszerűsítettük intézményünk világítását. Új, energiatakarékos és környezetbarát ledizzókra cseréltünk minden egyes izzót az épületbe, ami azt gondolom, hogy egy nagyon fontos lesz energiamegtakarítás szempontjából. Zajlik a nyílászárók cseréje az intézmény C-szárnyán és főbejáratán. Ennek a kivitelezése még előttünk áll, de természetesen az oktatás zavartalan folytatása mellett ezt meg fogjuk tudni tenni. Tantermek festése,
laminált burkolatok elhelyezése mellett minden egyes tanulónk most már egyéni öltözőszekrénnyel gazdagodott, amelyben a saját személyes dolgaikra is tudnak vigyázni. Internetünk korszerűsödött az intézményen belül, hogy a termekben már rendelkezésre álló digitális táblák zavartalan működtetése is biztosított legyen. Azt gondolom, hogy egy nyugodt, kiegyensúlyozott évkezdéssel tudunk jelen pillanatban indulni, és örülök annak, hogy a szülők visszajelzése és a gyerekek visszajelzése is ezt erősíti meg. A már megvalósult tervekkel még nem zárultak le a célként kitűzött felújítások és fejlesztések, de az oktatás zavartalan működése érdekében ezeket igyekeznek a nyári szünetek folyamán véghez vinni. Szeretnék évközben beütemezni nyílászárók cseréjét, aminek időpontját az őszi és téli szünetek időszakára tűzték ki. Az eszközfejlesztések, az épület állagmegóvása egy egész évben folyamatban lévő feladat. Az éven a természettudományos eszköztár bővítésére is nagy hangsúlyt fektettek. Továbbá a tervei között szerepel egy természettudományi szakrendterem kialakítása, amelyhez keresik a pályázati forrásokat.